Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. A kínos botrány. Írta. Forrópál. Elektronikus változat. Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 ISBN 978 615 5557 online MEK 14858 Első fejezet Lord Ledbury Kissé idegeskedett. Nem csoda, június 12-e volt és a Lord minden esztendőben ezen a napon szokta megtartani híres kerti ünnepéjeit, melyeken London legelőkelőbb társasága jelent meg. A Daily News egyik cikkében azt írta, hogy a Lord estéjén megjelent ruhák és ékszerek összértéke meghaladta a két millió fontot. A Lord ezt a megjegyzést nagyon rossz néven vette, mert úgy vélte, hogy nem csak a ruhákat és ékszereket, hanem azoknak hordozóit is illet volna megemlíteni például Jack Wetterdet, az afrikai gyémánt királyt, Sara Neobárt asszonyt, aki évi 200 ezer dollárt keresett filmszkenáriumaival és egyike volt a legdivatosabb regényíróknak, Mr. Appingemet, India volt alkirályát, akinek egykori királyságából minden esetre megmaradtak híres smarabjai és rubinjai, melyeknek értéke egyszerűen felbecsülhetetlen volt. Délután két óra felé a lord éppen visszavonulni készült, hogy szokása szerint szemlét tartson a különböző napilapok felett, melyeknek érdekesebb cikkeit titkárja előre megjelölte kék és piros ceruzával. A lord ugyanis azt vallotta, hogy az ember kerüljön minden felesleges fáradtságot. Elvből mindent mással nézetett meg és próbáltatott ki, mielőtt megvásárolta. Az autóra csak akkor kezdett alkudozni, ha előbb a család valamennyi tagja próbautat végzett rajta, a lovát belovagoltatta és csak olyan italokat vásárolt, melyeket előbb barátainál ízlelt meg. Szóval kényelmes úr volt, aki nem szerette az izgalmakat és meglepetéseket. Éppen ezért határozottan rossz néven vette, mikor Dávid, az öreg lakály, azt jelentette, hogy nagybátyja, Sir Hercules akar vele sürgősen beszélni. Lord Ledbury nem szerette, ha kényelmében és munkarendjében megzavarták. A nagybácsi ráért volna néhány órával későbben is jönni. Sir Hercules piros posgás, köpcös, hatvan év körüli úr volt. Fújt, lihegett az izgalomtól, mikor a szobába lépett. Képzeld, mondotta lélegzet után kapkodva, micsoda szerencsétlenségért. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, igazán magamon kívül vagyok. Lord Ledbury keserves arcot vágott. Még csak ez hiányzott. Hogy a nagybácsi valami családi drámával sírja tele a fejét. Az engedetlen gyermekekről, vagy a felesége gyomoridegességéről tartson vég nélküli előadást. De azért megadással kínált helyet az izgatott öreg úrnak. Nono, mondotta vigasztalóan, nem lesz az olyan nagy baj. Micsoda! kiáltotta a kis gömbölyű ember felpuskaporozva, hogy nem baj. Hát tudod, hogy mi történt? Ellopták a rózsaszín mosolyt. Hát erre a hírre mégis csak kerekre nyílt a lord szeme az elképedéstől. A rózsaszín mosoly a nagybácsi híres brilliánszának a neve volt. Testvérek között megért 50 ezer fontot. Hogyan történt ez? Kérdezte megrökönyödve. Képzeld, tegnap este Lady Upward estéjén vettem részt. Az estéjen megjelent az európai diplomáciának minden Londonban tartózkodó tagja és az arisztokrácia színe java. Lucy felvette a diadémiát, én pedig ujjamra húztam a rózsaszín mosolyt. És képzeld, otthon, amikor lehúzom a kesztyűmet, észreveszem, hogy a gyűrű az ujjamon van, de a kő hiányzik belőle. Kiesett a foglalatából. Nem. Ez teljesen kizárt dolog. Hiszen jól tudod, hogy mielőtt felveszem, aznap megvizsgáltatom ékszerészemmel, hogy a foglalat kifogástalane. A követ kivágták a foglalatból. Valaki, aki kezet szorított velem és aki artista ügyességű ember lehet. De hiszen ez őrület. Szörnyed el a lord. Igen, nagyon kínos dolog. Az ember senkit sem gyanúsíthat kétségbe esettel rohantam a rendőrségre. Ott ért azután az újabb, még pokolibb meglepetés. Képzeld a rendőrfőnök, akivel személyesen beszéltem, a legnagyobb izgalommal közölte velem, hogy rövid időn belül ez már a nyolcadik eset. Igen, öcsém, két hónap alatt nyolc főúri estéjen történtek hasonló lopások és a tettest vagy tetteseket nem lehetett kinyomozni. Persze, nagyon kényes és kínos dolog a társadalom ormán álló gentlemanok lakására detektíveket küldeni és házkutatást rendeztetni. A károsult még beszélni is alig mer, mert fél, hogy megsérti a házigazdát. Fájdalom, a legkisebb reményem nincsen arra, hogy valaha is viszont látom a brilliánsomat. Nem is azért jöttem ha nem téged akartalak figyelmeztetni, légy óvatos, mert most alig, ha nem rajtad van a sor. Mondd meg a feleségednek és a lányodnak, hogy ne a valódi ékszereiket vegyék fel, hanem az utánzatokat. A lord méltatlankodva húzta ki magát. Kedves Hercules, végtelenül csodálkozom különös ajánlatodon. Ennyire talán még sem vagyunk még. Csak nem képzeled, hogy az én házamban olyan emberek fordulhatnak meg, akikhez a gyanúnak árnyéka is férhet. Hallod ezt? Fordult a Lord Kittyhez, aki e pillanatban lépett a szobába. Hercules bácsi attól fél, hogy zsebétéolvajok és brigantik jelennek meg az estéjünkön. Rémlátásai vannak, mert gyűrűjéből kihullott a brilliáns. Kitty édesen nevetett de drága Hercules bácsi, London hála Istennek nincsen Amerikában és mi nem élünk Csikágóban. Sör Hercules megbántva állt fel. Hát jó, csak nevessetek. De vigyázzatok, nehogy a saját károtokon tanuljátok meg, hogy mennyire helyes lett volna idejében megfogadni a jó tanácsot. Második fejezet A part felől hangos hallózás hallatszott. A nyitott ablakban megjelent Paul kipirult, szőke feje. Kezében teniszverőt tartott. Halló, Kitty, érted jöttem, folytassuk a tréninget. Két hét múlva lesz a verseny, és attól félek, nem vagy olyan jó formában, mint a múlt esztendőben. Kitty vállat vont. Nincs kedvem játszani. Paul majdnem hanyat vágódott meglepetésében. A derékfiú el sem tudta képzelni, hogy egy valóságos teniszbajnoknő a múlt évi országos verseny győztese, egyszerre csak beszüntesse a tréninget. Paul ugyan elvégezte az előkelő fiatal emberek számára kötelező etoni egyetemet, de egyetemi évei alatt is csak a sporttal törődött, és Kittybe is azért lett szerelmes, mert a bájos fiatal lány méltó partnerének bizonyult. Egy autóversenyen két másodperccel előbb érkezett célhoz, mint Pól és ez annyira imponált a fiatalembernek, hogy még ott a helyszínen megkérte Kitti kezét. Ettől kezdve állandóan együtt lehetett látni őket. A társaságban úgy emlegették őket, mint a legjobban egymáshoz illő emberpárt. Augustus derekára tűzték ki az esküvőjüket. Londonban nyáron van a főszezon, akkor mindenki otthon tartózkodik. Az előkelő angol csak ősztől tavaszig utazik. Paul pontosan számon tartotta, hogy már csak 8-7 választja el az esküvőtől. Legjobban szeretett volna valami csodálatos kis időjárógépre felpattanni és világrekord alatt beszáguldani ezt a 8 hetet. De egy idő múlva Paul furcsa és meglepő jelenségeket észlelt. Eleinte azt hitte, hogy téved, szerette volna elhitetni magával, hogy az egész csak képzelődés. De Kitti imént adott válasza bizonyossággá érlelte gyanúját. Kitty, mondotta Paul, beszélnem kell veled. Nem halaszthatnánk ezt el. Kérdezte Kitty. Nem. Ellenkezőleg. Most rögtön meg kell neked mondanom. Micsodát? hogy nékem hogy sem tetszik a viselkedésed. Kitti ajkát vonogatta. Nem kívánhatod, hogy folyton turbékoljak és szerelmet valljak neked. De azt sem vagyok hajlandó tűrni, hogy a menyasszonyom teljesen érthetetlen és túlzott figyelmességgel tüntessen ki egy idegen férfit. Ó, ez a legújabb. Féltékeny vagy. Hiába gúnyolódsz. Hát igen, Féltékeny vagyok. Szabad tudnom, hogy kire. Csak ne tettesd magad. Nagyon jól tudod, hogy kiről van szó. Gwyr Artúról beszélek. Kitty elpirult. Ízléstelen vagy. Mondotta haragosan. Ezt így nem lehet elintézni. Elvégre a vőlegényed vagyok. Jogom van beleszólni olyan dolgokba, melyek a kettőnk viszonyát érintik. Megőrültél. Nagyon jól tudom, hogy mit beszélek. Az előtt minden percéd az enyém volt. Soha sem fordult elő, hogy a tréninget lemondtad volna. És mióta ez az ember Londonba érkezett, mindig találsz valami kifogást, hogy oda menj, ahol véletlenül Mr. Gwier is jelen van. Ez a kellemetlen úri ember. De hiszen nem is ismered. Nem is vagyok rá kíváncsi. Eleget hallottam róla. Dollármilliómos. Dél-Amerika salétrombányáinak a fele az övé. Utálom az ilyen felkapaszkodott szerencsefiakat, akik egy frakkot sem tudnak rendesen magukra húzni, az ember mindig cowboy ruhában látja őket maga előtt, amint revolverrel lődöznek a csílei csapszékekben. Szegény Pól. Hiszen te félre beszélsz. Egész Londonban nincsen elegánsabb fraktja senkinek, mint Gviörnek és a legkitűnőbb táncos, akivel valaha is találkoztam. Pól pulyka vörös lett mérgében. Úgy. Ennyire el vagy tőle ragadtatva. Hát én ennek a gentlemannak hamarosan néhány olyan ökölcsapást mérek a bordái közé, hogy attól lényegesen lecsökken a tántudományal. Kitti gúnyosan mosolygott. Félek, Paul, hogy az ökölviadalban is te húznád a rövidebbet. amatőr amatőrboxbajnok. És ma este ő is itt lesz az estélyen. Természetesen. Hiszen tudod, hogy apa nagy üzleteket szándékozik vele kötni. És azt is tudod, hogy Goldék és Svensburyék is szeretnék ezt az üzletet elcsípni. Hát érted már? Mi csodát? hogy miért kell nekem Gviőrrel ilyen tüntető kedvességgel foglalkoznom. Az apa kedvéért. Hogy velünk kösse meg az európai üzleteit. Igazán mondod ezt, Kitty kém. Hát persze. Paul elragadtatva szorította karjába Kittit és csókjaival árasztotta el. Most pedig menj szépen haza. Mondotta Kitty. Rengeteg dolgom van az esté előkészítése körül. És pihennem is kell. Nagyon szép akarok lenni, hogy büszke legyél rám. És még egyszer búcsúcsókra nyújtotta arcát. Harmadik fejezet. Alig távozott Pól, Kitti arcán csodálatos változás ment végbe. Imént még mosolygós arca elkomorult és ideges, aggódó pillantást vetett maga köré. Kilopódott a parkba, kilesett az utcára, nézte, hogy mikor kanyarodik el pól autója. Akkor visszasietett a palotába, felkapta autókabátját és sapkáját, és néhány perc múlva már kis sportkocsiján száguldott London villa negyede felé. A temze ilyenkor tele van vitorlásokkal. Messziről olyan a hatalmas folyó, mintha mozgó fehér kuliszaerdővel födétéjék volna be. Nabarnított karcsú fiúk és lányok állnak az árbócok tövében, akik néha több napon vízi túrát tesznek együttesen. Az amerikai fiatalság nagy szabadsága már átcsapott az európai kontinensre is, és a közösen űzött sportok olyan pajtási kapcsolatot teremtettek a fiúk és lányok között, amilyenről egy-két évtized előtt még álmodni sem lehetett volna. Kittinek is itt horgonyzott a vitorlása az egyik csónakház előtt és közvetlen mellette állt Paul remek kis csatya, melyet legújabb típusú motor hajtott óránként 70 kilométeres sebességgel, de Kittit ezúttal nem érdekelte a temze. Egy magányosan álló villa kapuján csengetett be. Ez a villa élénken elütött a környék többi épületétől. Olyan volt, mint egy öreg bagolyvár, valami különc embergyűlölő építhette valamikor egy dombötetőn, távol a többi csinos és élénk nyári laktól, melyek fehéren, rózsaszínen, piros tetőkkel virítottak a napsugárban. A csengetésre a kerítés rácsos kapuja zajtalanul megnyílt. Senki sem volt látható. Benn az épületben nyomhatott meg valaki egy villamos gombot, amely a kapuval összeköttetésben állt. Kitty szíve heves embert. A vaskapu újra bezárult mögötte. Csak most kezdett észbe kapni, most eszmélt arra, hogy micsoda kockázatos, különös játékra vállalkozott. Egy pillanatig olyan rémület fogta el, hogy ilyetten visszafordult. De már késő volt. A kapu bezárult mögötte. Újra nem csengethet, bizonyára figyelik is a villa egyik láthatatlan ablakából nem szabad nevetségessé válnia. Elszánt léptekkel indult a villa bejárata felé. Mikor a küszöbig ért, a villa ajtaja éppen olyan zajtalanul és rejtélyesen tárult fel, mint az imént a kerti kapu. És Kitti a következő pillanatban ott állt a félhomályos halban. Előtte egy merev kimértségű inas. Kit szabad bejelentenem? mondja meg Mr. Gviőrnek, hogy Miss Ledbury óhajt vele beszélni. Az inas szótlanul felsietett a lépcsőkön. Kitti körülnézett. A hal tömör, faragott tölgy fakarzatja, remek, régi bútorai, vagyont érő szőnyegei és szobrai a régi főurak nemes veretű fényűzését hirdették. Különös volt, hogy Gwier, ez az ízigvérig modern világfi, ilyen egyéniségét egyáltalában nem fedő környezetben lakott. A karzatról Gwyr meglepett örömkiáltása hallatszott. Ah! Miss Kitty! Micsoda kedves meglepetés! Halló, Mr. Gwyr! Őszintén szólva, azt hiszem, hogy kettőnk közül én vagyok jobban meglepve. Soha sem hittem volna, hogy én valaha is ide beteszem a lábamat. És minek köszönhetem ezt az elhatározását? Kitty körülnézett. Négy szem között szeretnék önnel beszélni. A férfi a feljáratra mutatott. Parancsoljon! Észrevette Kitti csodálkozó tekintetét, amint végig siklotta legalább háromszáz esztendős képeken, antik gobleneken is elmosolyodott. Ön csodálkozik, hogy ilyen bagolyvárban lakom, ugye? Őszintén szólva, másnak képzeltem az ön legény lakását. Ó, valami expresszionista stílusban épült bárnak. Mennyezetig érő álványok, rajtuk százféle kör, titokzatos fülkék. Nem, Miss Kitty, én a csendet, a meghit magányt szeretem. Hiszen említettem, hogy műgyűjtő is vagyok. Hirtelen elhallgatott és heves mozdulattal ragadta meg Kitty kezét. Szemében különös fény csillogott. Drága! Kiáltotta elragadtatva. Milyen kedves, hogy idejött, hogyan köszönjem ezt meg magának. Kitty ilyetten húzta vissza kezét. Mr. Gwier, ne értsem félre, én nem azért jöttem, nem szabad félreértenie. Én csak azt tudom, hogy szeretem, hogy találkozásunk első perce óta semmi más nem érdekel, csak maga. De hiszen tudja, minden alkalommal elmondtam ezt magának. És most idejött, igen, de nem azért, hogy udvaroljon nekem. Nékünk sokkal komolyabb beszélni valunk van. Ennél nincsen komolyabb dolog a világon. Jól tudja, hogy nem vagyok szabad. De az lesz. Én nem ismerek akadályt. Azt akarom, hogy az enyém legyen. Az én feleségem. Őrültség, amiket beszél. Én azért jöttem, mert figyelmeztetni akartam arra, hogy veszélyben forog. Gvijör megrezzent. Miféle veszélyről beszél? Kérdezte meghökkembe. A vőlegényem féltékeny magára. Paul nagyon derék fiú, de meggondolatlan, heves. Ma este elkerülhetetlen a megismerkedésük arra akarom kérni, hogy az estéjünkön ne foglalkozzon velem, lehetőleg egyáltalában ne vegyen észre. A férfi kissé gúnyosan mosolygott. És ezért jött ide. Ezt akarta mondani. Hát nem érzi, hogy minden szava, mozdulata azt árulja el, hogy mindannak, amit mond, éppen az ellenkezője az igaz. Maga engem félt. Mert szeret. Igenis, szeret éppen úgy, mint én magát. Hát miért tagadja? Miért nem vallja be? Kitti elfötte arcát. Ez borzasztó. Suttogta. A férfi hevesen ragadta meg a kezét és arcába lihegte a szavakat. Miért volna borzasztó? Miért ne szerethetne engem inkább, mint Polt? Mi köti hozzá? A megszokás, higgye el, semmi más. Hiszen még nem is ismert más férfit. Mit tudja maga, mi az a szerelem, a szenvedély, a nagyszerű lendület, amelyel két szerelmes ember végigrohan a félvilág éjszakáin, ott ül a mulatók tikkadt, trópikus levegőjében, körötte ezernyi rafinált változatban vonul fel a szépség Dél-Amerika buja muzsikája remeg át a parfümön, mely a ruhák sejméből árad és akkor érezni, hogy a világ minden szépsége és gyönyöre csak kettőnkért van, hogy mi vagyunk az élet királyai, mi ketten, bennünk támad nagyszerű valóságra mindaz, amit körülöttünk táncolnak, játszanak, fényben, csókban, muzsikában, pesgőben felszikráztatnak. Ez az igazság, ezt érzi maga is, ezért jött ide, hogy ezt megmondhassam. Félt engem? Mert szeret. Köszönöm, nagyon, nagyon köszönöm. Kitti megzavarodva, égő arccal tűrte, hogy a férfi csókokkal halmozza el a kezét. Ígérje meg, suttogta, ígérje meg, hogy óvatos lesz. Ígérem, válaszolta Gvíör. És most hagyjon. Elmegyek, én itt egy percig sem maradhatok tovább. Az illata, az emléke itt marad, Miss Kitty, a meleg is, ami a lelkéből áradt, és én itt fogok ülni ebben a székben behunyt szemmel, és érezni fogom magát. Az estét fogom várni türelmetlenül, amikor viszont láthatom. A viszontlátásra, drága! A viszontlátásra, Mr. Gwier. Negyedik fejezet. A ledböri kastély parkja álomszerű látványt nyújtott éjfél felé, mikor a reflektorok és villanylámpák vakító fénykoszorújában egymás után szálltak ki autójukból a meghívott előkelőségek. A színes tükrökkel megvilágított szökőkutak sárga, piros, zöld és lila vízsugarakat szórtak a magasba és a vízcseppek úgy szikráztak, ragyogtak, mintha csuparubin, smaragd, topász hullott volna kifogyhatatlan gazdagságban a Lord felesége társaságában fogadta az érkezőket. Lady Ledbury ezüst színű estéi ruhája hátul derékig dekoltálva volt, hajába húsz mogyoró nagyságú brilliánszból készült diadém volt tűzve, újai valósággal megmerevettek a gyűrűk erdejében és nyakában ott pompázott a világhírű gyöngyfüzér, melyet Európa legértékesebb ékszerei között emlegettek. Általában az estély olyan volt, mintha a világ legelőkelő békszerészei elhatározták volna, hogy gyöngyé és brilliáns sevűt tartanak. Mérhetetlen értékű kincsek adtak egymásnak találkát, melyeknek őrzésére Amerikában bizonyára páncélos autójú rendőrkülönítményt rendeltek volna ki. A park leghangulatosabb helyén művészi színpad állt, amelyen egymás után léptek fel London legkedveltebb énekesnői, primadonnái, hangverseny és komikusai. Megjelent az opera egész balettkara, a legújabb revű görcsoportja és a fellépti díjakból ki lehetett volna fizetni egy kisebb színház személyzetének egész évi gázsiját. Kitty rózsaszín estéi ruhájában olyan volt, mint egy napkeleti király kisasszony. A meghívott urak persze állandóan sorfalat vontak körülötte, és bókjaikkal halmozták el. A barátnők is kötelességüknek tartották, hogy szépeket mondjanak neki és Pól, aki egy villanykörtékkel teliggatott fához támaszkodva állt, a pokolba kívánta az egész mulatságot és valósággal fuldoklott mérgében, amiért egy szót sem tudott beszélni Kittivel. Nem is bírta sokáig idegekkel és egy alkalmas pillanatban Kittihez furakodott kérlek, Kitty, mondotta, beszélnem kell veled. Jaj, Paul, ne zavari most. Válaszolta idegesen Kitty, hiszen látod, hogy a vendégeimmel kell törődnöm. Mit bánom én a vendégeidet? Itt állok, nézlek, a menyasszonyom vagy, olyan szépnek látlak, mint még sohasem, szeretnék kedvességeket mondani neked, szeretnélek megsimogatni, megcsókolni, kettesben lenni veled, és te tudomásul sem veszed, hogy a világon vagyok. Holnap egész nap veled leszek. Kirándulunk. Jó? Ha igazán szeretsz, mit törődsz a többiekkel? Én nem tudok alkudozni, várni, hidegen programot tervezni holnapra. Szeretlek. Meg akarlak csókolni, Kitty. Jó majd később visszajövök hozzád. Rettenetes. Nem érzed, milyen hideg, józan vagy. Nem szeretsz. Kitti kétségbe esett mozdulatot tett. Most jut az eszedbe ilyenekről beszélni. Aki igazán szeret, sohasem tud másra gondolni. Ne kínozz, Paul. Ó. Bocsáss meg, mindjárt visszajövök. Egy magas, vállas, nabbarnított szép férfi tűnt fel a park bejárójánál. Kitty úgy megrezzent, mikor megpillantotta, mintha villamos szikra érte volna. Pol figyelmét ez nem kerülte el. És azt a túláradó kedvességet is észrevette, melyel Kitty elébe sietett. Egy pillanatra ez az újonnan érkezett férfi lett a figyelem központja. A nők kíváncsi tekintettel mérték végig, a férfiak összesúgtak. Mr. Gwiyör, a salétrom király. Adták tovább az érdekes nevet. Gwiyör mosolyogva, ruganyos léptekkel, elégedett arccal lépett el a vendégek sorfala között. Paul fel volt háborodva. Micsoda primadonna tempó. Gondolta magában. Szándékosan megkésik, hogy hatásos bevonulást rendezzen olyan dühös volt, hogy nem tudta tűrtőztetni magát. Odalépett Kittyhez, és mi alatt Gwier a Lord és Lordné üdvözlését fogadta, izgatottan súgta menyasszonyának. Hagyd itt ezt a majmot! Kitty rémülten nézett polra. Megőrültél? Súgta folytott hangon. Hogyan lehetsz ennyire neveletlen? Hagyd itt! Ismételte még egyszer Pól szavamra, semmiért sem állok jót, ha vele maradsz. E pillanatban Gvijör megfordult és polra mosolygott. Mr. Cooper, ha nem csalódom. Mondotta kedvesen. Ön ismer engem? Kérdezte Paul meglepetten. Nem nehéz dolog. Miss Kitty gyakran emlegette önt. Tudom, hogy a vőlegénye és természetesnek találom, hogy csak ön egészítheti ki ezt a családi együttest azután, mintha ez lett volna a világ legtermészetesebb dolga, karját nyújtotta Kittinek. Ha jól látom, most kezdődik a balett. Szabad oda kísérnem. És már el is indult Kittivel a nagy szökőkút mellett elterülő pázsit felé, melyen régi görög stílusban tartott táncosjátékot mutatott be az opera balettkara. Faunok kergettek fátyolba öltözött nimfákat, és mezítelen lábbal szögdécseltek a bársonyos, puha füvön. Imádom! Sukta forron Kitti fülébe vigyör, mikor kettesben maradtak. Legyen esze. nézett körül rémülten Kitti. Ne kívánjon lehetetlent! Nem tudok sem nyugodt, sem megfontolt lenni. Én megszoktam, hogy minden poklokon keresztül a célom felé török. Én napok óta csak magára gondolok. Olyan halálos szerelemmel és imádattal, melyre szavakat sem tudok találni. Hallgasson! Könyörgöm! Én ezt nem hallgathatom végig. Mit törődöm én a vőlegényével? Az egész világgal? Én nem alkuszom! Nem félek senkitől! Szeretem, és aki közénk áll, én azt legázolom. Vigyázzon! Paul ide néz. Nézze, hogy eltorzul az arca. Hozzá kell mennem. Itt marad. Hátlássuk, mi történik. De én nem akarom. Nem szabad botrányt rendeznie. Azt akarom, hogy az én feleségem legyen. Őrület. Két hét múlva indulok vissza Amerikába. Velem fog jönni. Kitty rémülten nézett a férfira, akinek szeméből félelmetes erő sugárzott ki. Ezzel az akaratot megbénító tekintettel szemben egészen tehetetlennek érezte magát. Iszonyodva látta, hogy micsoda veszedelmes örvények nyílnak körülötte. Paul lépett hozzájuk. Kérlek, Kitty, beszélnem kell veled. Mondotta idegesen. Kitty mentegetődzi ő pillantást vetett gviörre. Majd később ismét találkozunk. Mondotta búcsúra nyújtva kezét. Gvíőr szemében valami furcsa, gúnyos fény villant meg. Nem válaszolt, csak meghajolt. Mit sugdostál Gvíőrrel? Kérdezte féltékenyen Pól. A baletről tett néhány megjegyzést. Nem igaz. Hiszen oda sem néztetek. Udvarolt neked? Láttam, mennyire zavarban vagy. Pól, mondotta kínzottan Kitty, tűrhetetlen kezd el lenni. Az előtt nem volt terhedre, hogy szeretlek. Csak most, mióta ez az ember közénk állt. Kitti jónak látta élét venni a veszedelmes párbeszédnek. Hízelegve simult Pólhoz. Hát nem érzed, hogy most is csak téged szeretlek. De nem akarom, hogy ilyen féltékeny, zsarnok légy. Hő! Milyen csúnyán nézel! Mosolyogi! Pól engesztelődve mormogta. Csak ne lennél ilyen szép, te kis boszorkány! Ebben a pillanatban kürtyel hangzott. Gyerünk fel a teraszra! Mondotta Kitty. Onnan nézzük végig a tüzi játékot! A vendégek most a park minden oldaláról a kastély teraszára özönlöttek, ahonnan tündéri kilátás nyílt a park apró tavára, melynek mesterséges szigetén a bokrok és virágok közé rejtve sorakozott már a rengeteg rakéta, forgónapok, napok, görög Ismét felhangzott a kürtyel és nyomban utána kialudtak a villanylámpák. Ebben a váratlanul beállott sötétben éles süvítéssel szökött fel egyszerre húsz tűzkigyó a magasba, és ott szétpukkanva égő virágcsokorrá bomlottak. Az elragadtatás tapsa üdvözölte a csodaszép látványt. Nyomban ez után óriási fehér fényű tűzkerekek kezdtek őrületes gyorsasággal forogni, és napokat, csillagokat szikráztak ki magukból, azután egy tűzhányó hegy kitörése következett. 400 piros és zöld fényű görög tüzet robbantottak fel egyszerre, és a félelmetes, fehér gőzökbe borult festő ilyen szép lángoszlopok lenyűgözően szép látványt nyújtottak. De ugyanakkor rémült, hangos sikoltás hasított a csendességbe. Lady Ledbury hangja volt. A villanylámpák egy pillanat alatt felgyulladtak, óriási zavar támadt, mindenki a háziasszony felé sietett, aki halásápattan állt, Két kezével görcsösen a nyakát fogta. Mi történt? Kérdezte a Lord, aki elsőnek termett felesége mellett. A gyöngyök a gyöngyeim. Nyögte kétségbe esetten Lady Ledbury. A Lord egy pillantást vetett felesége nyakára, és rémülten látta, hogy annak nyakáról eltűnt a híres gyöngysor. Megdöbbent csend, és nyomban utána óriási felzúdulás követte ezt a kínos felfedezést. Pillanatok alatt terjedt el a hír, hogy a háziasszony vagyont érő gyöngyeit ellopták. Valósággal pánik támadt. Mindenki végig tapogatta magát, nézte, hogy nem tűnte el szintén valamelyik ékszere. Ez már a kilencedik eset néhány héten belül, mondották megrökönyödve. Közben a kérdések özöne záporozott a síró háziasszonyra. Hogyan történt? Hol állt? sejtelmem sincsen, hogyan történhetett. Mikor a teraszra feljöttem, a gyöngyé még a nyakamon volt. Ezt biztosan tudom, mert Lady Crawford még egy kedves bókot mondott rájuk. És csak most vettem észre, hogy eltűnt a nyakamról, amikor egy ösztönszerű mozdulattal végig akartam simogatni őket. Talán elszakadt a sejem zsinór. A földön kellene keresni. Minden szem a terasz mozaik padlójába tapadt, de az ékszernek nyoma sem volt. A lord sápat volt, de nagy önuralommal igyekezett fegyelmezni magát. Hölgyeim és uraim! Mondotta, bocsánatot kell kérnem ezért a kellemetlen kis incidensért. Az ékszer eltűnését bizonyára valami véletlen baleset okozta, és természetesen gondolatban sem merült fel bennünk az a képtelen gyanú, hogy ebbe a tiszteletreméltó társaságba olyan valaki furakodhatott volna, aki ne lenne hozzánk méltó. E pillanatban Gvíör, aki a leghátul állt, utat tört magának és a lord mellé lépett. Hölgyeim és uraim. Kiáltotta, méltóztassanak helyükön maradni. Én megértem és természetesnek tartom, hogy házigazdánk, Lord Ledbury kénytelen vendégei részére felmentő levelet adni. Azonban minnyáján érezzük, hogy ezzel a dolog nincsen elintézve, és mi nem fogadhatjuk el ezt a kényszerű udvariasságból tett felmentést. Én amerikai vagyok, megszoktam, hogy őszintén, talán kissé nyersen is fejezzem ki magamat. Nem kertelek hát és kimondom, mindenkinek, aki itt jelen van, érdeke, hogy magát tisztázza egy láthatatlan bád alól. Mondjuk kinyíltan, sorozatos lopások fordultak elő az utóbbi időben éppen azokban a társaságokban, melyekben mi megfordulunk. Ezeket a tömeges ékszereltűnéseket nem lehet a véletlen rovására írni. Lopásról van szó, melyet vagy egy ember, vagy egy megszervezett banda követel. Mr. Gwier, szakította félbe magán kívül a lord, megtiltom önnek. Bocsánat, kedves lord, válaszolta Gwier ridegen, önnek nincs joga megakadályozni az igazság felderítését. Én is a gyanúsítottak között érzem magamat. És meg vagyok győződve, hogy az itt lévő összes hölgyek és urak tisztázni akarják magukat és velem együtt követelik, hogy motozzák meg őket. Elég volt a képmutató tapintatosságból a tolvaj jogosan nevethet rajtunk, hogy álszeméremből és ránk kényszerített üres udvariasságból nyugodtan tűrjük, hogyan harácsol össze milliókat érő ékszereket. Helyezlő moraj hallatszott és gvíjör sietett kihasználni a kedvező hangulatot. Boldog vagyok, hogy önök igazat adnak nekem, Természetesen, ha valaki mégis sértve érezné magát indítványom folytán, úgy az illetőnek utólag bármilyen formában rendelkezésére állok. Paul, aki már kezdettől fogva ingerülten nézte, hogyan tolakszik az előtérbe Gvier, már alig tudta tűrtőztetni magát. Figyeli, fordult a felindulástól remegve Kittyhez, ennek az embernek a szemtelenségét. Ez a feltolakodott bányamunkás, akinek fogalma sincsen jó modorról és nevelésről, most, mint a mi társaságunk erénycsősze jelenik meg. Így akarja magát szédíteni. Ezzel az ízléstelen szájaskodással. És még mielőtt Kitti megakadályozhatta volna, odalépett Gwyrhez. Mr. Gwier, mondotta ingerült hangon, engedje meg, hogy én, mint aki legközelebb állónak érzem magam Lord Ledbury családjához, megkérjem önt, hogy ne igyekezzen ránk erőszakolni az ön amerikai erkölcseit, mert, remélem, nem veszi rossz néven, ha azon a véleményem vagyok, hogy mi, angol társaságbeli urak és hölgyek legfeljebb csak adhatunk, de nem vehetünk önöktől leckéztetést. Gwier ellenséges, hideg tekintettel mérte végig Polt. A vendégek izgatottan és megdöbbenten nézték ezt a különös tekintetet. Kitty újai görcsösen megvonaglottak és szinte véres csíkot hasítottak körmei a tenyerébe és magánkívül rebegte, rettenetes. Mr. Cooper mondotta lassan, minden szót külön hangsúlyozva viőr, nem tudom, mi készteti önt arra, hogy ilyen hevesen ellent mondjon indítványomnak. De engedje meg, hogy ezt különösnek, feltűnően különösnek találjam. Megőrült. Kiáltotta elsápadva Pól. Felemelt ököllel ugrott Gwier felé, aki azonban fagyosan, mereven állt a helyén. Nem ijedek meg sem a hangjától, sem a fenyegetésétől, Mr. Cooper. Ha verekedni akar velem, az elő sem zárkózom el. Előbb azonban tudni akarom, hogy kivel állok szemben. Követelem, hogy először minket motozzanak meg. Őr nagy úr, fordult Gvíör Rájsz Patrick felé, önt kérem fel, hogy ejtse meg a motozást. És még mielőtt az őr nagy hozzáérhetett volna, önként fordította ki zsebeit. Kérem, tapogassa végig a frakkomat, győződjön meg arról, hogy nincsen rejtett zsebem. És most Mr. Cooperen a sor. A vendégeken különös rémület vett erőt. Mindenki érezte, hogy valami rejtélyes, érthetetlen dolog történik hogy Gwyer és Paul élet halál párbajt vívnak és a botrány mögött, melyet Gwyer felviharoztatott, ismeretlen és félelmetes titkok bujkálnak. Világos, hogy Gwyer nem ötletszerűen robbantotta ki a motozás indítványát és határozott céljai vannak. Valamit tud, valakire gyanakszik és halálos vakmerőséggel és elszántsággal indult el ezen a nyomon. Embervadászat, amely ezerszer izgalmasabb a dzsungel legfantasztikusabb vadásztörténeteinél. Pól érezte, hogy ő a kiszemelt vad. Elképesztette és felháborította ez a szemtelenség. De világosan megvillant benne a felismerés, Gwyr szándékosan akar belekötni, botrányt provokál, hogy aztán nyílt őszinteséggel verekedhessenek meg. Kittért? Pól összeszorította ajkát. Hát hiszen, ha csak ez kell, majd ellátja ő alaposan a dolgát ennek a faragatlan fickónak. Gwier túlbecsüli az erejét és ügyességét. Lehet, hogy a csílei csapszékekben könnyedén ütötte le a legényeket részeg veszekedések közben, de ezúttal emberére fog találni. Pól ökleinek a célos erejéről sokat beszéltek sportkörökben. Rájsz őr nagy habozva, kérdő pillantással állt Pól előtt rendelkezésére állok, őr nagy úr. Mondotta Pól. Gépies mozdulattal maga forgatta ki nadrág zsebét, azután a mellény zsebéhez nyúlt és hirtelen óriási meglepetés, zavar látszott arcán, a keze megállt, elpirult, néhány értelmetlen szót dadogott. A körülállóknak elállt a szívverésük a megrökönyödéstől. Nem tudták megérteni, hogy mi történhetett. Pol gyökeretvert lábbal állt, maga elé tartotta a tenyerét, és mereven bámult rá, mint aki hihetetlen csodát lát. Nem értem őrület! mormogta. A gyöngyök! Ott vannak a gyöngyök! kiáltotta e pillanatban harsányangvíör és Pol mellett termett. Ide nézzenek, hölgyeim és uraim, itt vannak a keresett gyöngyök! Óriási riadalom támadt. Kitty felsikoltott és elájult. Mindenki fejét vesztette. Paul megsemmisülten, krétafehéren állt. Csak nem hiszik, nem gondolják komolyan, hogy én loptam. Dadogta magán kívül. Hagyjuk az érzelmességet, uram! Kiáltotta Gviőr. A gyöngyök önnél vannak. Paul teljesen elvesztette önuralmát és hidegvérét csak azt érezte, hogy valami írtózatos, jóvátehetetlen szerencsétlenség zuhant rá és halálos dűj fogta el. Mint a tigris felordított és gvijörre vetette magát. De ugyanakkor már tízen is mellette termettek és lefogták. Lord Ledbury utat tört Polhoz. Nyugalmat kérek. Kiáltotta messze hangon. Valami sajnálatos tévedés történt, melyet Mr. Cooper feltétlenül meg fog magyarázni. Addig is én kezeskedem Mr. Cooper kifogástalan gavallér voltáért. Mélységes csend támadt. Polreszketve fordult a Lord felé. Köszönöm, mondotta halkan. De a történtek után természetesen nem maradhatok itt tisztában vagyok azzal, hogy ön csak részvédből akar megmenteni, és nem fogadom el ezt az úri kezességet. De ígérem önnek, hogy magam is megtalálom a módot, melyel tisztázni fogom magamat. E szavak után megfordult és lerohant a lépcsőkön. A társaság megdermedve és megzavarodva nézett utána. Ötödik fejezet Hetek múltak és a londoni előkelő társaságnak új szenzációja volt, a fiatal Paul Cooper és Ledbury Kitty eljegyzése felbomlott és nyílt titok, hogy Kitty Gwyrnek, a Salétrom királynak a menyasszonya. Gwyr minden nap együtt volt látható bájos menyasszonyával. Kitty azonban nem volt boldog. A lelke mélyén mégis csak szerette Polt, gyakran voltak kétségei, hogy igazságtalan volt hozzá, de Gvior hipnotikus tekintete megbénította, rabszolgája lett ennek a különös férfinak, akitől félt és aki valami misztikus hatalommal uralkodott felette. Ha nem volt Gvior mellett, akkor néha gyűlölte is. Sokszor gondolt arra, hogy felkeresi Polt, bocsánatot kért tőle. Egy pillanatig sem tudott hinni bűnösségében. De megmagyarázni sem tudta a történteket. Gviör látta Kitti vergődését, és mesteri módon játszotta a gyengéd és megértő barátot. Drága Kitti, mondotta hízelegve, megértem, hogy az a nagy csalódás, amely magát érte, erősen próbára teszi az idegeit. De látja, bármilyen kegyetlen is volt, végre kellett hajtanom ezt az operációt. Csak így ábrándíthattam ki hamis ábrándozásaiból legyen meggyőződve, hogy én mindenért kárpótolni fogom. Betértek a Hyde Park egyik elegáns cukrászdájába, és a terasz előtt lovagló hölgyekben és kavallérokban gyönyörködtek, akik mosolyogva és kipirulva élvezték a gyönyörű nyári reggelt. A cukrászda terasza megtelt vidáman és gondtalanul csevegő előkelőségekkel, akik már hajnali sportjukból jöttek ide fáradtan és jó étvágyjal ették a különböző jeges gyümölcsöket és szendvicseket. Az angol nő a női szépség két végletét képviseli. Közöttük találhatók a legszebbek és legcsúnyábbak. Ezen a reggelen azonban, úgy látszik, csupa szép nő adott találkát a sportruhás urak hadának mintha a fiatalság és a szerelem diadal ünnepét tartották volna itt a szökőkutas, virágágyaktól színes kertben, mindenfelé kacagtak, flörtöltek, a hölgyek fehér ruhái üdék voltak, mintha a nyári reggel frissességét lopták volna el. Hirtelen élénk mozgást támadt. Egy magányos, kreol szépség lépett a cukrászdába. Elegáns autója kint állt a park kapuja előtt a hollywoodi filmgyárak küldik szét az ilyen tökéletes szépségek fényképeit a különféle magazinoknak és képeslapoknak, hogy elhitessék az emberiséggel, mi szerint a női szépség csúcsát és teljét a film ragadta magához. Ez a nő szinte valószínűtlenül szép volt és minden mozdulatán látszott, hogy ez a szépség nem csupán a véletlen műve, hanem rendszeres torna és tánc eredménye. A férfiak szinte sértő módon egyszerre megnémultak, és a nők izgatottan figyeltek fel a veszélyes nőre. E pillanattól kezdve Viör különös változáson ment keresztül. Ideges és szórakozott lett, tekintete titokban minduntalan az újonnan érkezett nőre esett, aki egy velük szemközt lévő asztal mellett foglalt helyet, és feltűnően gyakran pillantott át hozzájuk. Kitti figyelmét nem kerülte el ez a furcsa szemjáték, és azt is észrevette, hogy Gviőr, noha mosolya egy pillanatra sem tűnt el ajkáról, nem is hallja, hogy mit mond neki, és a gondolatai szerte kalandoznak. Mondja, kérdezte hirtelen Kitti, ismeri maga ezt a nőt. Én nem, de hogy. Válaszolta ilyetten Gvir. Felállt és fizetett. Menjünk. Indítványozta édes atyával megbeszélni valómban. Az irodában adtunk találkozót. Gvior vezette az autót. Némán és komoran támaszkodott a kormánykerékre, mint akinek jól esik ez a konok hallgatás, örül, hogy szabadon rendezheti gondolatait. A ledböri palota előtt hirtelen megállította a kocsit. Miss Kitty mondotta elfogódott hangon, mielőtt elbúcsúzunk, szeretnék valami nagyon komoly dolgot mondani. Én tegnap sürgönyt kaptam Amerikából, amely sürgőssé teszi visszautazásomat. Azt szeretném, ha már a jövő héten megtartanánk esküvőnket, mégpedig egészen titokban, csak a legszűkebb családi körben. Azt hiszem, megérti kívánságomat éppen eleget plegykáztak a szalonokban az utóbbi hetekben rólunk, tekintszük az esküvőt a mi legszigorúbb magánügyünknek. Nos, rendben van. Kitty nem válaszolt mindjárt. Látszott rajta, hogy erős benső harcot folytat. Kedves barátom, mondotta végül, ez az ajánlat túlságosan készületlenül talált. Én azt hittem, hogy majd csak ősszel esküszünk. Meg kell értenie, az én lelkemet túlságosan felkavarták a közelmúlt eseményei. Még mindig Polra gondol. Őt szereti? Kérdezte élesen Gvior. Nem. Hiszen jól tudja, miért gyötör. Akkor miért habozik? Ha szeretne, maga sürgetné az esküvő napját. Nem szabad türelmetlennek lennie, Artúr. De az vagyok. És semmi értelme sincsen a szeszélyeinek. Nagyon kérem, várjon meg itthon, azt hiszem, nagyon érdekes dolgokat fogok még ma magának mondhatni. Elköszöntek, és Gwior Lord Ledburyhez sietett. Kedves Lord, mondotta mosolygós arccal, nagyszerű híreim vannak. A vezetésem alatt álló tröszt igazgatósága arról értesít, hogy sikerült végre létrehoznunk a Pankhurst csoporttal való kapcsolatot. Ez annyit jelent, hogy részvényeink értéke abban a pillanatban, mikor ez a hír nyilvánosságra jut, meg fognak duplázódni. Azt hiszem, kedves apósom, meg lehet elégedve, mert Kitty hozománya, melyet persze részvényekbe fektetek, már az átadás napján a kétszeresére fog nőni. Természetesen azonnal értesítenem kell az igazgatóság tagjaiból alakult szindikátust, hogy hány darab részvényt fogok átvenni. Én a sajátomból 500 ezer dollárt fektetek bele. És mennyit jegyezzek Kitty számára? 200 ezer dollárt. Sajnos egyelőre nem tudok több pénzt felszabadítani. Ez az összeg az esküvő napján rendelkezésére áll. Gviör bólintott. Nagyon helyes. Most még valamit. A küszöbön álló óriási üzlet lebonyolításában természetesen személyesen akarok részt venni. Éppen ezért már a jövő hét végén vissza kell utaznom Cilébe. Az esküvőt tehát legkésőbb mához egy hétre kell megtartanunk. A Lord mosolygott. Ha Kitty beleegyezik, nékem nincsen ellene kifogásom. És nevetve mutatott egy halomlevélre, mely az asztalán feküdt amint látja, óvatos apa vagyok. Most már bevalhatom, kábelen szereztem be az önre vonatkozó összes személyi és üzleti adatokat és azok alapján nyugodtan bízom lányomat önre. Gwior mélyen meghajolt. Nagyon boldoggá tett, szívemből köszönöm, kedves apósom. Hatodik fejezet Kitty alig lépett a szobájába, a kerevetre vetette magát fáradt, ideges, kimerült volt. Valami tompa kábulcsák fátyolozódott rá már napok óta, és Kitti érezte, hogyan fúrja, rágja valami gyötrő nyugtalanság. Mi történt vele? Tulajdonképpen boldognak kellene lennie. Gvíjör érdekes, szép férfi volt, aki úgy lépett az életébe, mint egy nagyszerű, forró vihar. Minden barátnője szerelmes volt Gvíjörbe, és Doli el is akarta rabolni. A dolog úgy történt, hogy Heismanék jelmezes bált rendeztek, melyen Gviör is megjelent. Maharajának volt öltözve. Szédítően jól festett az aranyhímzésű sejemkaftánban és fehér sejem turbánnal nabbarnított homlokán. Olyan gyémántok és rubinok szikráztak a turbánya csatjában és ruhája gombjain, hogy azokkal valódi Maharajákat is elhomályosította volna. Éjszaka két órakor egy bandita csapat rohanta meg a termet. Csupa bájos, elragadóan szép fiatal lány. A vendégek elragadtatva kacagtak az eredeti ötleten. A lányokat Heisman Dolly vezette, aki revolvert szegezett Gviörre és felszólította, hogy kövesse. Gviör jó ízűen nevetett és engedelmesen követte a bájos banditákat, akik arra kényszerítették, hogy a palota kapuja előtti autóba szálljon. Gwyer azt hitte, hogy ez is tréfa. De azután kiderült, hogy Heismandoli egy erdei kápolnába vitte, ahol már várta őket az anglikánus pap, akit előre rendeltek oda. Erre azután Gwyer úgy megijedt, hogy áttörte a leánykordont, és úgy elszaladt, hogy még autóval sem tudták utolérni. Ennek a mulatságos históriának persze hírement és Doli érthető módon haragudott Kittire, amiért az ő megszökött vőlegényét a maga számára horgázta el. Meg is üzente, hogy nem hagyja ennyiben a dolgot. Most mindez úgy perget le Kitti előtt, mint egy film. Pol borzasztó leleplezése az estéjükön. Érthetetlen? Milyen különös és tikkasztó levegő veszi körül Gviört? Csupa kellemetlenség, katasztrófa gyűrűzik körülötte, mint egy folytogató polipkal sápasztja el az örömöket. Kitty félt tőle. Miért? Maga sem tudta megmondani. Hiszen a férfi viselkedése korrekt és szeretetreméltó volt. Azt az ellenállhatatlan erőt sugározta, amely végzete lesz a nőknek. Talán azt fájt Kittinek, hogy Pol szenvedett. Jobban szerette volna, ha nem így szakítanak. Sajnálta Polt, és ez a sajnálat megrontotta a boldogságát. A szobalány lépett be. Egy hölgy keresi a kisasszonyt. Kitti ősi ösztönös mozdulattal egy kis púdert rakott az arcára. A következő pillanatban szemtől szembe állt azzal a kreol szépséggel, akit a cukrászdában látott. Bocsásson meg, hogy ismeretlenül felkerestem önt. Mosolygott a nő. Kittinek torkáig vert a szíve. Csalhatatlanul megérezte, hogy ez a látogatás megint Gwyrrel függ össze, valami új bajt, kellemetlenséget jelent. Mit óhajt tőlem? Kérdezte barátságtalanul. Miss Mary Churchill vagyok, Mutatkozott be a hölgy, akiről Kitty most ismét megállapította, hogy tökéletesen elegáns, cipője, kalapja, kesztyűje a legjobb szalomból került ki és ruhája olyan volt, mintha modellt akart volna állni valamelyik előkelő képes lapnak az ideális társaságbeli hölgyről készítendő fényképhez. Ez a nő nem volt lámpalázas. Minden mozdulatából áratta fölényes biztonság. Kedves kisasszony, kezdte mosolyogva, tulajdonképpen igen különös ügyben jövök. Szeretném önt egy súlyos kellemetlenségtől megóvni. Miféle kellemetlenségtől? Kérdezte meghökkembe Kitty. Ó, ne nézzen, kérem rám ilyen ellenségesen. Hiszen én azt szeretném, ha jól megértenénk egymást amint az két fiatal lányhoz illik, akik kölcsönösen megértik és méltányolják szívügyeiket. Miss Churchill, válaszolta Kitty, nem tudom elképzelni, hogy mit akar tőlem. Beszéljen kérem világosabban. Az ideálomról van szó. Az ideáljáról. Engedelmet, de ki az az úr? És mi közöm van nékem hozzá? Nagyon sok. Ön ugyanis a menyasszonya. Mr. Gwierről beszél. Igen. Akit én jóval ön előtt ismertem meg. Még Amerikában. És aki után én ide hajóztam Európába. Gwier házasságot ígért önnek. Nem. De tetszik nekem. És nem vagyok hajlandó önnek átadni. Kittiben fellángolt a dac ha ez az ismeretlen nő könyörögve jön hozzá, ha szerelmi tragédiát gyónt volna meg, akkor a női szolidaritás alapján megsajnálta volna. De ez a szemtelen fölény, ez a követelődző hang felháborította. Miss Churchill mondotta, nem tudom, hogy önöknél Amerikában mennyire állnak a férfiak a nők gyámsága alatt és mennyire engedelmeskednek azoknak. Hallottam már, hogy boldogabb amerikai leánytársaim a férfiakból gerinctelen rabszolgákat neveltek. De remélem, hogy Mr. Gwier mégis csak kivétel lesz, és a maga ízlése és szerelme szerint választja meg a jövendőbeliét. Ami pedig engem illet, arra kérem, hogy egészen különös és sértő kívánságával egy percig se legyen tovább terhemre. Az amerikai lány mosolygott. Ön nagyon egyszerűen véli elintézni az ilyen súlyos dolgokat, Miss Kitty? Sajnálom, hogy ebből a naív hitéből ki kell ábrándítanom. Ön fenyeget? Mindössze figyelmeztetni szeretném, hogy nagyon kockázatos játékba bocsátkozik. Értse meg, én meg fogom akadályozni ezt az esküvőt. Hát ide figyeljen, Miss Churchill! Bevallom, egy kicsit még haboztam, hogy felesége legyek-e Mr. Gwiernek. De ennek most már vége. Hozzá megyek. Miss Churchill felállt. Sajnálom önt, Miss Ledbury. Szerettem volna megkímélni bizonyos fájdalmas és kellemetlen következményektől, melyeknek bekövetkezését most már magának kell, hogy tulajdonítsa. Isten önnel. Kisietett a szobából csak a parfümje maradt hátra. Ez a csodálatos, érzéki parfüm, amelynek varázsa megbódította az idegeket. Az ilyen illatszert nem lehet készen vásárolni a boltokban. A nagy életet élő ragyogó nők keverik a saját ízlésük és tapasztalataikból leszűrt művészettel, mikor szerelmi harcba indulnak. Néhány perccel utóbb Gwyr lépett be, kezében hatalmas virágcsokorral. Ó, éppen jókor jön! kiáltotta kellemes meglepetéssel Kitti. Már telefonon is kerestem. Sürgősen akartam beszélni magával. Nekem is sürgős közölni valóm van. éppen most adta beleegyezését, hogy jövő héten házasodjunk, és nem is mondhatom, hogy milyen végtelenül boldog vagyok. Kitti titokzatosan mosolygott. Kedves Artúr, úgy látszik azonban, hogy a mi házasságunkhoz nem elegendő édesatyám beleegyezése, még másoktól is engedélyt kell kérni. Kitől? kérdezte csodálkozva Gviör. Hát Például attól a szép kreol hölgytől, akivel a cukrászdában találkoztunk. Gviör megrezzent. Miért mondja ezt? Ugyanis az illető hölgy néhány perc előtt itt volt és maga adta a tudomásomra, hogy ebbe a házasságba sohasem egyezik be. Ő tart igényt magára. Ezt mondta. Kérdezte elsápadva Gvíör, de hiszen ez. Őrültség. Ugye ezt akarta mondani? Hát legyen nyugodt, én is ezt válaszoltam. Megértettem bele, hogy nem tűröm azt, hogy ilyen frivol módon szóljanak az életembe. És ő mit válaszolt? Fenyegetőzött. Hogy bizonyos kellemetlenségekkel fog szolgálni. Nem törődöm vele. Sértett hiúság. Mondja Artúr, mi köze van magának ehhez a nőhöz. Semmi egyáltalában semmi. Igen, ő is mondta, hogy egyoldalú a szerelem. Ő követi magát a világ egyik pontjáról a másikba. Gratulálok! Micsoda hódítás! Gúnyolódik! Nem! Őszinte vagyok! Nekünk, nőknek éppen olyan nagy gyönyörűségünk elhódítani a mások ideáját, mint maguknak, férfiaknak. Látja, már is nyert! Gvíör szemrehányóan nézett Kittire. Csak ezért, Kitti vállat vont. Ki tudja? A nő szerelme olyan sok és bonyolult érzésből szövődik, hogy már magam sem ismerem ki magamat. De hiszen az a fontos, a felesége leszek. És én boldoggá teszem, Kitti! Karjába zárta a nőt, aki ellenkezés nélkül tűrte csókjait. De mikor gviör eltávozott, Kitti még kínzottabban vetette magát egy karosszékbe olyan kétségbeesés rohanta meg, hogy sírva fakadt. Érezte, hogy valami nincsen rendben, hogy az ő kacagó, gondtalan vidám fiatalságába olyan veszedelmek törtek be, melyekkel szemben teljesen védtelen. Hetedik fejezet Mikor Gvijör egy órával későbben a villájába lépett, csalhatatlanul érezte, hogy a nő várja. Ingerülten lépett a szobába, és meg sem lepődött, hogy Méri csak ugyanott ült az egyik karosszékben keresztbe vetett lábbal és nyugodtan cigarettázott. Megőrültél. Kiáltotta dühösen, viör. Hogy merted ezt megtenni? Csak nem haragszol. Kérdezte mennyei ártatlansággal a nő. Én azt hittem, büszke leszel és örülni fogsz. Minek örüljek? hogy nem elrontottad életem legkitűnőbb üzletét. Ah! Ki beszél mindig üzletről? A szerelemről van szó. Arról, hogy megint meggyőződhettél arról, mennyire ragaszkodom hozzád. Csak nem vagy féltékeny kittire. Méri vállat vont. Tudom, hogy szebb vagyok, de azért ez a lány is átkozottul csinos szőke, világos bőrű és te nagyon szereted a változatosságot. Hát igen, féltékeny vagyok. Engem nem lehet megcsalni, félrevezetni. Túlságosan ismerem a férfiakat és különösen téged, John Butler. A férfi rémülten nézett szét. Ne beszélj ilyen hangosan. A falnak is lehetnek fülei. Már megint a régi, ostoba szeszélyeiddel gyötörsz. Végre is mit akarsz? Nem szabad többé találkoznod Kitty Félre beszélsz. Esküszöm, megzavarodtál. Ide hallgass! Éppen ma jelentette ki a Lord, hogy 200 ezer dollárt kapok készpénzben. Ha ez a pénz a kezemben lesz, nyomban Plymouthba repülünk, ott hajóra szállunk és meg sem állunk, míg Ausztrália valamelyik kellemes szigetén ki nem kötünk. Méri hidegen szívta tovább a cigarettáját. Lemondok a 200 ezer dollárról. Éppen eleget loptál már Londonban. Az ékszerek legalább 300 ezer dollárt érnek. A talaj már kezd inogni a lábunk alatt. A trükk, hogy a mellény zsebébe csempészett gyöngyökkel kepöpolt kevertett gyanúba, elég jó volt, de ez az ember azóta állandóan a nyomodban van, London összes detektívjeivel nyomoztat utánad és. Hallgas! Vészmadár! Kiáltotta ingerülten Gwier. Még csak néhány nap és egész életünkre biztonságban leszünk. Legyen eszed, Méri! No, ne nézz már ilyen haragosan! Hiszen tudod, csak téged szeretlek. Hízelegve átölelte a nőt, aki szenvedélyes csókokkal árasztotta el. Ne csaj meg, John! Te ügyes, ravasz ember vagy, aki eddig még mindig megmentetted a bőrödet. De vélem ne húzz újat! Engem ne próbálj kiátszani! Én tudom egyedül életed nagy titkát, és ha megpróbálnál cserben hagyni... A férfi rémülten tapasztotta be a nő száját. Hallgas! Hallgas! Szeretsz? Imádlak! Egy óra múlva, mikor Méri távozott, Gwyr idegesen csengette be Inasát. A pofaszakállas, mindig merevarcú, sima modorú Jimmy most csupasz arccal, ingújban jelent meg és Gviör látogatói bizonyára elámultak volna, ha meghallják, milyen bizalmas hangon szólítja meg gazdáját. No, mi van öreg fickó, kérdezte Gwyrtől, miért vágsz ilyen savanyú arcot? Jimmy, válaszolta Gwyr, baj van. Jimmy meghökkent. Rendőrség? Kérdezte ilyetten. Nem. Mérivel van baj. Jimmy vállat vont. Mondtam neked, hogy ne hozd magaddal Európába. Gwyr haragosan ráncolta homlokát. Tudod, hogy kénytelen voltam. Minden nagyobb üzletet ő szerzett meg számunkra. Gwier iratait is ő lopta ki a milliárdos zsebéből. Neki köszönhetem, hogy nem mint John Butler dolgozom, hanem mint csilei Salétron király jelenhettem meg a londoni társaságban. Hát ez igaz. Bólintott Jimmy. Okos, ügyes lány. Tulajdonképpen mi bajod van vele? Féltékeny, Szerencsés kópé. Örülj, ha ilyen remek nő szeret. De én másba vagyok szerelmes. Jimmy füttyentett. Ez a legújabb. Ezt elhallgattad eddig. Kicsoda az illető. Privát nő. Lord Ledbury leánya. John, ez képtelenség. Nem beszélsz komolyan. Ilyen nővel akarsz tovább dolgozni. Visszavonulok. Van elég pénzem. Ez a házasság az utolsó munkám, azután én is privát leszek. Ez lehetetlen. Ha a fiúk megtudják oda át, hogy te, a vezérük elhagytad őket egy nő miatt. Ismered Hantert és Blackket? Azok nem ismernek tréfát ilyen dolgokban. Megölik a nőt, aki téged el akar vinni tőlük. Légy nyugodt. Nem fognak megtalálni. Hidd el, öreg fiú, nem az én idegeimnek való már ez az örökös hajsza. Szerelmes vagyok. Olyan szenvedélyesen és olyan halálosan, hogy azt te meg sem értheted. Mérinél senki sem lehet szebb. Mit tudom én, hogy miért szeretem mégis jobban ezt a másik lányt? Talán azért, mert méri az örök izgalom, a bűn, a hajszoltság, ez pedig az új, nyugodt, gondtalan életet jelenti. Ne próbálj ellenkezni, Jimmy. Ismersz, tudod, hogy ez úgy is hiába való lenne. Mérit ártalmatlanná kell tenni. Hogy érted ezt? Mérinek el kell tűnnie. Meg akarod ölni. Nem. De minden esetre ártalmatlanná kell tenni. Méri holnaptól kezdve nem hagyhatja el ezt a villát nem hiába választottam én ki ezt a magányos, elhagyott bagolyvárat. Számítottam arra, hogy esetleg el kell valakit tüntetnem, aki az utamba áll, és egy hete már azzal is tisztában voltam, hogy ez a bizonyos valaki méri lesz. Most talán már megérted, hogy miért hoztam annyi konzervet haza az utóbbi napokban. Bezárod? Istenem, Méri amúgy is túlságosan karcsú, nem fog ártani neki egy kis hizlalókúra holnap reggel, ha felébred, minden a legnagyobb rendben lesz a szobájában. A hideg-meleg vízcsap kitűnően fog működni, pizsamája az ágya mellé lesz készítve, ott fog állni a teljes szamovár, a szendvicse és 60 doboz konzerv. Éppen elegendő két heti táplálékra. Remélem, a villanylámpák is kifogástalanul égnek, és így nem lesz túlságosan nagy baj, hogy az ablaktáblákat nem fogja tudni kinyitni. Gondoskodtam arról, hogy a vastáblák olyan szerkezettel záruljanak, melyek csak kívülről nyithatók fel. Ami pedig a szoba ajtaját illeti, az olyan pompás, tömör tölgyfából készült, hogy még fejszével sem lehet széthasítani. Egy héttel azután, hogy Kittivel elutaztam, majd levelet kap az itteni rendőrség, amelyben értesíteni fogom, hogy micsoda titka van a temzeparti villának képzelheted, milyen pompás formában fogja Méri elhagyni börtönét. Legalább négy kilót fog hízni. Gwier, vagy helyesebben John Butler, nagyot nevetett, de Jimmy nem kacagott vele. Nem tetszett neki a dolog. Ő jobban tudta, hogy mennyire veszedelmes a játék, amelybe kezdtek. Igaz, mondotta Butler, majdnem elfelejtettelek figyelmeztetni, hogy mi ketten holnap reggel elköltözünk innen. A hotel szeszélbe megyünk. Gondoskodj arról, hogy minden be legyen csomagolva. Nyolcadik fejezet. Paul olyan volt, mint egy feldühödött kopó. Félőrültként tombolt az első napokban, és bosszút lihegett. Elbújt a világ elől, menekült az emberek elől. Egyetlen gondolata volt, csak elégtételt minden áron az őtért, gyalázatért. Rettenetesen szenvedett. De mindennél jobban fájt neki, hogy Kitty elhagyta. Meg volt győződve, hogy a fiatal lány okvetlenül jelentkezni fog. Melléje áll, közösséget vállal vele, nem hagyja el szörnyű szerencsétlenségében. De hiába várt. Napok múltak, és Kitty nem adott életjelt. Azután egy nap együtt láttak Viörrel. Polt ez a látvány szíven sújtotta. Kis híja, hogy kétségbeesésében egy száguldó autó elé nem vetette magát az utcán. De neki nem volt szabad meghalnia. Hiszen akkor azt mondhatták volna, hogy a gyalázat elől menekült a halálba. Előbb tisztáznia kell magát a lappangó gyanú alól. Csak akkor cselekedhet. Csak akkor számolhat legviörrel. Kinyomozta, hogy hol lakik Gvíör, és ott ólálkodott órákig a villa körül megbújva a fák és palánkok mögött. Maga sem tudta, hogy mi célja van ennek. Valami homályos félelem hajtotta, talán arról akart meggyőződni, hogy Kitty nem jár-e titokban Gvíörhez. De Gviör mindig magánosan jött és távozott a villából. Így múlt el három hét. Akkor egy éjszaka hevesen csengetett pol telefonja. Kitty jelentkezett. Pol szívéből kiszökött a vér, mikor a lány hangját meghallotta. Pól, te vagy? Kérdezte Kitty. Kitty? Kiáltotta felindultam, Pól. Hát gondolsz rám? Te rossz, kegyetlen lány. Ha sejtenéd, mit szenvedtem? És nem jöttél el, nem vigasztaltál meg. Én egy percig sem hittem bűnösségedben, Pól. Hát miért hagytál el? Miért nem jelentkeztél eddig? Majd mindent megmagyarázok. Most a segítségedet kérem. Az én segítségemet. Mihez? Pól, bármi történt, bármennyire ellentmond a látszat, én még mindig csak téged szeretlek. Kitty. Ezt mondod? Ezt mered mondani. Az Istenre kérlek, most ne tégy szemrehányást. Hallgass meg nyugodtan! Én magam sem tudom, hogy mi történt velem. És azt sem tudom, hogy volna-e még egyszer erőm ezt elmondani. Engem valami bűvölet tart fogva. Gviör valami titkos hatalommal köt magához. Nem tudok neki ellent mondani. Ha mellette vagyok, megbénul minden akaratom. De ma éjszaka ráeszméltem az igazságra csak téged szeretlek és látod, felkaptam a telefont, felhívtalak, segítséget kérek tőled. Kitti egyetlenem, de hát mit tehetek én? Mit tudom én? Csak segíts! Siess! Ments meg! A szüleim már beleegyeztek a házasságba. Két nap múlva tartjuk meg. Ne hagyj el, Pól! Pólon jeges borzalom futott végig. Ez a hang úgy hangzott, mint valami kétségbeesett esett jajkiáltás. Süllyedők vészjelzése, amelytől csodát várnak. Kitty kiáltotta a telefonba, imádlak. Megmentlek. Bízzál bennem. A telefon kattant. Paul megrendülve állt az elnémult készülék előtt. Mit tegyen? Mihez fogjon? A feje zúgott. A szívét fagyos borzalom markolta. Gépiesen az íróasztalához lépett és kivette fiókjából a revolverét. Érezte, hogy egy pillanatot sem veszíthet. Még nem tudta, hogy mihez fog kezdeni, de beszélnie kell Gviörrel. Most azonnal. Még az éjszaka. Meg fogják vívni döntő párbajukat. Ha kell, revolverével fogja kényszeríteni Gviört, hogy mondjon le Kittyről. Kilencedik fejezet Egy fél órával utóbb Pól ott állt a temzeparti villa mellett. A környék elhagyott volt, a holdat esőfelhők takarták, és az eső szünet nélkül zuhogott. Sehol nem volt egyetlen élőlény sem látható, nagy messzeségben égett néhány halvány lámpa csend volt, csak a tócsákba hulló esőcseppek locsanása hallatszott, még a környékbeli villák kutyái sem ugattak, fázósan és ázottan ólaikba húzódtak. Pól a villa kapujához lépett és csengetett. A csengő hangja kihallatszott az utcára. Élesen, kísértetiesen hasított ez a hang a csendességbe. Pól arra gondolt, hogy micsoda riadalmat okozhat ez a hang most odabent a villában. Így szólal meg a csengő, mikor váratlan szerencsétlenség hírét hozza a posta, rendőrök ütnek a házon, vagy mentők hoznak valakit haza. De senki sem jelentkezett. Újra csengetett. Azután ismét. Az újját már vette a csengő gombjáról. Dühösen, elszántan, sürgetően és parancsolóan csengetett. Hasztalanul. A villa néma és csendes maradt. Paul idegei fel voltak borzolva. Minden idegszálával hallgatta a csendet. Mint valami túlérzékeny antenna igyekezett minden mozdulatot, surranú felfogni, mely a villa felől jön. De nem hallott semmit. Érezte, hogy a sötét titok, amely viörköré köré gyűrűződik, egyre sűrűbb és nyugtalanítóbb lesz. Ez a csend is valami gazsággal függ össze vagy talán megbújt, titkos úton elmenekült. Érzi, hogy már nyomában van a bűnhődés. Paul nem habozott tovább. Átmászott a kerítésen. Most már az épület kapuja előtt állt. Ismét csengetett. Megint nem gyulladt világosság, nem hallatszottak lépések. Pól az öklével verte a kaput, a lábával rúgta, hangosan kiáltozott de csak a szélzúgása és az eső egyhangú csapkodása válaszolt. Most már végleg elvesztette hidegvérét. Elszántam fölkapaszkodott a villa előtt álló fára, és onnan az első emeleti erkére tornázta át magát. Azután levetette köpenyét, ráburkolta az öklére és benyomta az ablakot. A következő percben ott állt a szalon közepén. Vak sötét volt lassan, óvatosan végig tapogatta a falakat. Néhány székbe botlott. Ilyenkor revolverét előre tartva gyorsan körülnézett, hogy nem támad-e rá valaki rejtek helyéről. Végre megtalálta a villamos kontaktust. A csillárvakító fénye élesen hasított az éjszakába. Pol föllélegzett. Most már bátrabban haladt előre nyitva hagyta maga mögött az ajtót, úgy nyitott a másik szobába. Ez volt az ebédlő. Hideg, barátságtalan nagy terem volt. Nyoma sem volt benne annak a különös melegnek, amely nyomban elárulja, hogy egy szobának lakói vannak. Közben hangosan kiáltozott. A hangja kísértetiesen visszhangzott a lépcsőházban, végig süvített az ódonfalak között, de sehonnan sem érkezett válasz. Már az egész emeletet bejárta, és mindenütt égtek a csillárok. Aki kívülről nézett volna most a villára, azt hihette, hogy valami nagy estély folyik ott. Paul meg volt döbbenve. Tehetetlen egyre növekedett. Nem értette, hogy mi történt. Hová tűnhetett Gwier? És a cselétség. Ismerte látásból Jimmy-t, inasát. Annak is itt kell lennie. Elrejtőztek. Egyre kétségtelenebbnek látszott ez a feltevés. De hát miért bújtak el? Ki elől? És polban lassan megvilágosodott a gondolat, hogy Gwyr gonosztevő. Valami sötét bűn hat mögötte, és most, mikor váratlanul megszólalt a csengő, azt hitte, hogy a rendőrség ütött rajta és elrejtőzött. De hát akkor itt kell lennie. Egyre óvatosabban, élesen figyelve haladt lefelé a hall lépcsőin. A földszintre ért. Halló! kiáltotta hangosan. Van itt valaki? És ekkor, mintha elfojtott hangot hallott volna, amely valahonnan a mélységből vagy a falból hallatszott volna. Paul megdöbbenve állt meg. Feszülten hallgatódott. Most már nem lehetett kétsége. Világosan, tisztán hangzott a női hang. Segítség! A kiáltás a halbal oldaláról nyíló folyosó felől hangzott. Pól lassan, előre szegzett revolverrel haladt az irányába. S ekkor hirtelen gyenge fényt pillantott meg, amely az egyik ajtó hasadékán szűrődött ki. Odalépett és erőteljesen megzörgette az ajtót. Ki van itt? Kiáltotta. Segítség! Hallatszott újra a kétségbeesett női kiáltás. Pól teljes erejével rázta a kilincset, de az ajtó nem engedett. Belülről hisztériásan sikoltozott a nő. Mentsenek meg! Itt vagyok! Emberek! Erre jöjjenek! Pól körülnézett. A halfalai tele voltak aggatva régi fegyverekkel. Kopják, buzogányok, kardok, puskák sorakoztak egymás mellett. Paul lekapott egy szeges, láncos buzogányt, és azt megforgatva, iszonyú erővel sújtott az ajtóra. A tizedik csapás után az ajtó egyik táblája forgácsokra tört, és a meglepet férfi előtt egy pizsamába öltözött, síró, ideggörcsökben vonagló gyönyörű nő állt, aki csak annyit tudott mondani: Levegőt! Levegőt! és azután félig eszméletlenül omlott megmentője karjába. Tizedik fejezet Kitti halálosan el volt keseredve. Póllal való beszélgetése után valami csodát várt. Azt képzelte, hogy Pól úgy jelenik meg, mint valami forró vihar, karjába ragadja, elviszi, megszökteti. De reggelre nem Pól jött el, hanem Gwyr és Kitti érezte, hogy mindennek vége, elveszett. Ismét tehetetlen rabja lett a férfi szuggesztív erejének. Gyűlölte Gviőrt, fel akart lázadni ellene, de amikor mellette állt és parancsoló, kemény tekintetét, szúrós szemét érezte magán, nem tudott védekezni. Rémülten látta, hogyan lesz biztos zsákmánya Gviőrnek, és hogy az esküvő elkerülhetetlen. Nem tudott tiltakozni, mikor Gviör karjába ölelte és megcsókolta, nem tudott semmiben sem ellenkezni. Vakon követte a férfi minden parancsát. De belül, a lelke mélyén lázadozott, iszonyodva állapította meg, hogy ellenállhatatlanul sodródik egy borzalmas örvény felé. Poltávol maradása energiájának utolsó csepjét is megsemmisítette. Most már egészen fásultan tűrte, hogy az események gyors egymás utánban peregjenek le. Gépiesen ment a szabónőhöz, hagyta, hogy felpróbálják mennyasszonyi ruháját. Tiltakozás nélkül nézte, hogyan csomagolják beruháit, ékszereit nagy utitáskákba és a lakodalom előtti este a nagybácsik, nagynénik és unokatestvérek frakkos, estélyi ruhás koszorújába ékelve fogadta a gratulációkat. Gvior tíz óra felé érkezett. Szinte sugárzott a boldogságtól. Kitty olyan csodálkozva nézett rá, mintha most látta volna először nem értette, hogy ez a derűs, elegáns, jókedvű ember hogyan kapcsolódhatott hozzá, hiszen az ő lelke csupa nyugtalan szorongás, szomorúság. A férfi éles szemét nem kerülte el menyasszonya idegessége. Gyengéden félrevonta a másik szobába. Szerelmem, mondotta behizelgő kedveskedéssel, látom, hogy bánt valami. Én azt szeretném, ha semmiféle árnyék nem lenne közöttünk. Sejtem, hogy mi bánt, és éppen erről akarok beszélni. Ugye, mérire gondolsz? Hát hajolj közelebb hozzám. Megsúgom a nagy hírt, Méri már több napja elutazott, és soha többé nem fog felbukkanni. No, mosolyogi már. De Kitty csak egy fáradt sóhajtással válaszolt. Gwier homlokát ráncolta. Nagyon fáj, hogy ennyire titokzatos és szeszélyes vagy pedig én nagy, igen nagy örömet akartam okozni neked. A zsebébe nyúlt és egy elegáns kis csomagot vett elő. A tied? Szerencse gyűrű. Azt kívánom, hogy sok szerencsét hozzon mindkettőnknek. No, miért nem nyitott ki, nem vagy rá kíváncsi? Kitti kínzottan tolta félre az ékszeres tokot. Nem érdemlem meg. Nem vagyok rá méltó. Gwior nevetett. Úgy teszel, mintha tanító lennék, aki jutalmat osztogat. Szeretlek, és a szerelmes azért ajándékoz, mert ebben neki telik a legnagyobb gyönyörűsége. Kinyitotta a bársonybélésű, finom kis bőrdobozt, melyben egy mesés fényű, hatalmas brilliáns csillogott. Gwyr kiemelte a dobozból és megcsillogtatta. Kitty elsápadt, de meg sem mozdult. Csodálatos. Suttogta elámulva. Húzd az ujjadra. Hiszen a tied. Nem. Nem akarom. Kiáltotta hevesen a lány. Gvír arcáról egy pillanat alatt eltűnt a mosoly. Zsebébe tette az ékszert, és megragadta Kitty csuklóját. Úgy. Kiáltotta magánkívül, hát ennyire vagyunk. Rágondolsz. Polra. Nem. Nem. Kiáltotta rémülten Kitti: De igen, hiába tagadod! Téri magadhoz, Kitti! Légy józan! Nyisd ki a szemed! Hát nem látod, milyen gyáva, nyomorult az az ember! Úgy verték ki innen, mint egy tolvajt! És azóta nem jelentkezett! Bujkál az emberek előtt! Nem kért elégtételt, nem mutatkozott! mert tudja, hogy semmivel nem teheti jóvá a leleplezését. Eddig nem akartam szólni erről, de most már megmondhatom, én többször láttam azóta. Alattomosan lappang a nyomomban, néha láttam elosonni, mint egy árnyékot. Orgyilkosok viselkednek így. Ne beszélj így róla. Ne bántsd, ne gyalázd. Kiáltotta magánkívül Kitti. Gvíör meghajolt. Jó, hagyjuk ezt! Tisztelem ezt az érzésedet is. Ettől sem félek. Én a testetlen árnyakkal is felveszem a küzdelmet, és hiszem, hogy a szerelmem erősebb lesz, mint az ilyen fantomok kísértése. Soha többé nem beszélek róla. Rendben lesz így. Kitti felemelte könnyes szemét, és a kezét nyújtotta. Köszönöm. Az inas belépett, és mély meghajlással jelentette: A vacsora tálalva van. Gvíör karját nyújtotta Kittinek. Szabad! És Kitti megint érezte, hogyan törik meg ellenállása. Gépiesen belekarolt a férfiba, és ment vele, mint egy alvajáró. Minden szemüket nézte, és mosolyogva súgtak össze. Gyönyörű pár, Lady Ledbury könnyet törölt ki szeméből és meghatottan mondottak Gwyrnek. Ugye, nagyon fogod szeretni. És Gwyr szerelmes pillantást vetve menyasszonyára válaszolta. Nagyon. Az ünnepi vacsora példátlanul fényes volt a rózsaszín húsúrákok, halak fantasztikus pástétomokra ágyazva, óriási ezüstálakon végtelen sorokban vonultak fel és a szakácsművészet remekei ezúttal a festőkkel és szobrászokkal akartak versenyre kelni, olyan bizarr formákban és színekben sorakoztak a gombák, egzotikus gyümölcsök, szárnyasok, fagylaltok. Sajnos, a fejedelmi fogások gyönyörűségét lényegesen lecsökkentették a szűnni nem akaró felköszöntők. Mindenki kötelességének tartotta, hogy néhány elmélységet mondjon. A tizedik fogásnál Lord Ledbury emelkedett szóra. Mint politikus és a felsőház tagja megszokta, hogy hatalmas szónoklatokat vágjon ki. Ezúttal igen kényelmes dolga volt, mert a tél folyamán éppen a házassági törvénytervbe vett megreformálása ellen tartott dörgedelmes beszédet a felsőházban, és most csak meg kellett ismételnie akkori szónoklatát, amely a válóperek megengedése ellen szólt és a polgári erkölcsök épségben tartását hangsúlyozta. Gvijör rémesen unta apósa beszédét, és még azzal sem tudta unalmát előzni, hogy közben szerelmesen szorongatta menyasszonya kezét csak akkor kezdett élénkebben figyelni, mikor a Lord beszéde végén kijelentette, hogy az ifjú pár jövendő boldogságának anyagi részéhez ő is hozzá akar járulni, és egy aranytáskában 200 ezer dollárról szóló csekket nyújtott át Kittinek. A Lord szavait általános éjjenzés és gratuláció követte. Azután Gwier állt fel. Az érdekes, széles válló, csupa erőt sugárzó ember mindenkinek nagyon tetszett a család hölgy tagjai némi irigységgel gondoltak arra, hogy Kitty milyen remekül megy férjhez. Amerikának nem csak egyik leggazdagabb, hanem egyúttal legérdekesebb embere is veszi feleségül. Végtelen boldog és meghatott vagyok-e pillanatban, kezdette beszédét Gwier, és szívből köszönöm a felé szeretetes szeretetet s szívélyes szavakat. Egész életemben a munka és becsület embere voltam, és úgy érzem, Ekkor egészen furcsa dolog történt. Gvíörnek hirtelen torkának adta szó és meghökkenve nézett az ajtóra, melyen most egy férfi lépett be, aki hóna alatt hatalmas bőrtáskát szorongatott. Ugyanakkor Kitty élesen felsikoltott. Paul? Az előkelő vendégsereg egyszerűen megdermett. Ilyen hihetetlen vakmerőségre senki sem számított. Lord Ledbury egész méltóságában kiegyenesedett, és az arca kipirult az izgalomtól és a felindulástól szinte kiáltotta. Mit jelent ez? Hogyan merészelt ide jönni? A hölgyek már a kendőjük és szagos üvegcséik után nyúltak, érezték, hogy valami rettenetes dolog fog történni. A gyengébb idegzetűek már is ájuldozva kapaszkodtak az urak karjába, akik elszörnyedve várták, hogy mi fog történni. De Paul nem jött zavarba. Határozott és erélyes léptekkel az asztalig ment előre, és ott élesen, kihívóan nézett Gvíör szemébe. Azért jöttem, mondotta, mert én is át akartam nászajándékomat adni. Íme, hölgyeim és uraim, egészen különös, de annál értékesebb dolgokkal fogok önöknek kedveskedni és e szavakkal kinyitotta a kezében lévő táskát, belenyúlt és a következő pillanatban egy remek brilliánst vett ki abból. Sir Hercules. Ismeri ezt a brilliánst. A rózsaszín mosoly. Kiber gróf estéjén tűnt el az ujjáról. És ez az a fír gyűrű kié. Nem Lady Dorothyé és a többi ékszer, ez a karkötő, ez a gyöngyfüzér, mindaz a kincs, amely az utóbbi hónapokban eltűnt és melynek hiába keresték a nyomait. Parancsoljanak, ebből a bűvös táskából mindent elővarázsolok. Ugye, Gwyr Artúr? Hazudik. Átkozott gazember. Ordította Gwyr. Ez a táska nem az enyém. Csodálatos. Kiáltotta Pól pedig az önszállodai szobájából hoztam ide. Sajnos, kénytelen vagyok bevallani, életemben először s utoljára csak ugyan betörtem, mégpedig az ön szobájába. És most elég a komédiából. Tudják meg, hogy ez az ember nem Vior Artúr, akinek csak okiratait lopta el, hanem John Butler, fegyházat ült amerikai bandita. Hazudsz! Üvöltötte vérben forgó szemmel Vior. Hát akkor majd gondoskodom tanúról, aki mindezt a szemébe mondja! Kiáltotta Pól, és félrehúzva az ajtó függönyét, előretolta mérit. Mikor Bátlőr megpillantotta mérit, valami artikulátlan, vad kiáltást hallatott? Érezte, hogy elveszett és sarokba szorított Fenevad utolsó kétségbeesésével megpróbálta a menekülést. Egyetlen mozdulattal kiragadta Paul kezéből a táskát és az ablak felé rohant. De ugyanakkor már mellette termett Pól és rettentő erővel az arcába sújtott. Bátlör hangos ordítással rogyott össze. Pól égő arccal lihegve állt mellette. Most kvitt a számlánk. Kiáltotta. Meg akart fordulni, de nem tudott két kar fonódott köréje, és egy égő könnyes arcocska simult az övéhez. És Pol csak annyit hallott, hogy az a drága, meleg száj, amely most hozzátapadt, azt súgja. Szerelmem! Csak hogy visszajöttél. Vége